Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál Ungár Klára, a Szabad Emberek Magyarországért Liberális Párt elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is! És a SZEM, a Liberális Párt tegnap támogatási megállapodást kötött az Együtt PM Szövetséggel. Mi az, hogy támogatási megállapodás? Az ember azt gondolná, hogy együttműködési megállapodás, vagy szövetség. Miért támogatás? Azt is mondhatjuk, hogy együttműködési megállapodás, mert nem csak a támogatásról szól, de valóban az első pontja a megállapodásnak az arról szól, hogy a SZEMA nem indul önállóan 2014-ben az országgyűlési választásokon, nem állít jelölteket, viszont támogatja az Együtt 20-14 PM listáját, és azokat a jelölteket, akik közösek az MSZP-vel együtt, illetve hát a hol MSZP-s, hol Együtt 20-14 PM-es jelölt. Erre a rossz májú riporter megjegyezhetné, hogy talán nincs is 106 jelöltje a SZEM a Liberális Pártnak, így aztán könnyű felajánlania, hogy nem állít saját jelölteket. De akkor vajon, ha ez így van, vagy nincs, majd mindjárt elmondja. De a rosszvájúságra akkor... csak egy megjegyzést teszek, hogy 27 jelölt elég ahhoz, hogy egy pártlistát állítson, és ezért lenne 27 jelöltünk, de egyszerűen nem áll szándékunkban a közös jelöltekkel szemben jelölteket állítani, és nem áll szándékunkban az esélyüket rombolni. De mekkora ereje van az önök támogatásának? Mit jelképez ez, vagy mit jelent ez, és konkrétan is jelente valamit, azon kívül, hogy valamilyen szimbolikus súlya biztos van? Én azt gondolom, hogy azért Magyarország nagyon sokféle szám röpköd arról, hogy Magyarországon hány ember érzi magát liberálisnak, és hány ember szavazott az elmúlt 20 évvel liberális pártra, vagy pártokra, mert ugye eredetileg a Fidesz is az volt. Ha csak 300 ezer emberből, nem tudom, 100 ezer embernek azt tudjuk üzenni, hogy az Együtt 20-14 listájára szavazzon, azt gondolom, hogy az már egy elég komoly támogatás. És tudják is ezt üzenni ennyi embernek, hiszen ott van Fodor Gábor liberális pártja, ott van Kunce Gábor szabaderű polgári egyesülete, sőt ott van az Együtt PM, amelyre az utóbbi időben legalábbis a jobboldali vagy kormánypárti média, meg a fideszes politikusok egyaránt lényegében SZDSZ-es ösztüzet zúdítanak, vagyis hogy úgy tüntetik föl ezt a pártot, mint az SZDSZ-nek volna jogutódja. Úgyhogy sok itt a liberális, a SZEM, akit tud közülük megszólítani. Nagyon nehéz megmondani, hogy az utolsó miért 2006-os, már nem is miért, hanem ugye egy országgyűlési választás volt, hogy az utolsó 300 ezer ember, aki 2006-ban, aki liberális pártra szavazott, hogy oszlik meg a különböző pártok között. Én is azt gondolom, hogy a liberális szavazók maguktól is az Együtt 20-14 számukra a legvonzóbb, hiszen nekünk is azért volt velük könnyű megállapodni, mert amiket eddig láttunk tőlük, blogokat, tanulmányokat, sajtóközleményeket, leginkább ők állnak, vagy ők állnak hozzánk legközelebb az értékrendjüket tekintve. Tehát nyilván ott van a legtöbb liberális szavazó, vagy amúgy is ott lenne a legtöbb liberális szavazó, tehát ennyiben inkább csak egy megerősítés. Biztos vagyok benne, hogy voltak úgynevezett koalíciós szavazók, akiknek egy része az MSZP-nél maradt. Azt gondolom, hogy meg nyilván még a Gyurcsány párthoz is igazoltak volt liberálisok, hiszen az egy liberálisabb politikai alakulat, mint az MSZP. Majdnem biztos, hogy liberálisabb. Hát ezt nem tudom megmondani, azt tudom, hogy az értelmiség, Budapest értelmiség egy része számára vonzó a DK, hogy ez vidéken hogy néz ki, vagy a nem értelmiségi körbe hogy néz ki, ezt nem tudom megmondani. A DK 1-4% között mozog most az elmúlt egy évben, hogy ebből mennyi a liberális, tényleg nem tudom megmondani.
Azt mondhatom bátran, mert hogyha sok időnk lenne ezt megbeszélni, akkor fel tudnám sorolni. Azt hittem, akkor bátortalan volna. De most bátran mondja, hogy... Most bátran mondom, de amúgy is mondanám, hogy 2004 és 2013 között Gyurcsány nagyon sokféle programot tett le. Tehát volt bizony olyan program, ami nem volt liberális, és itt most nem arról beszélek, hogy az MSZP miben akadályozta őt meg, vagy miben nem, vagy hogy tényleg az MSZP akadályozta őt meg. De mondjuk 2008-ban a megegyezés című programja, ami a közmunkát lényegében bevezette, az kimondottan úgynevezett középosztályt célzott meg, és emiatt bizony volt egy erős szegénységellenes hangvétele annak a kis dolgozatának, meg voltak más bajok is vele, de valamikor nagyon komolyan fölkarol liberális témákat, aztán elejti. Hát meg azért a tények alatt is annyiban mellette szóltak, hogy 2009-ig, legalábbis a világválságig, de ez még 2010-ig is kitartott, a legszegényebbek és leggazdagabbak közti különbség Magyarországon mérhetően viszonylag jelentősen csökkent, azóta meg ez a különbség növekedett. Na jó, hát a Fideszhez képest mindannyian liberálisak vagyunk. De a korábbiakhoz képest is így volt ez. És nyilván azért volt, mert egy jobb gazdasági paszban volt az ország, de azért a javakat, ha tetszik, egy kicsit egyenlőbben osztották el. Hát ez az adózásnak a kérdése, de azért szögezzük le, hogy az egy több kulcsos adórendszer volt. Nagyon, hogy mondjam, az utolsó, tehát a Bajnai kormány idején már majdnem rendben volt ez az adózás. Azért most... Tehát például az a bruttósítás az nem volt rendben, amit még a Gyurcsány vezetett be. De most nem menjünk ilyen részletekbe, bár az előző hallgató... Nem, mert itt arról beszéltünk csak, hogy hányféle liberális tömörülés lehet, és hogy közülük mennyit tud megszólítani a SEMA. Igen, én azt gondolom, hogy vagy abban bízom, hogy a SEMA több liberális tud megszólítani, mint mondjuk Fodor Gábor, mert mi 4 éve működünk, és sok rendezvényünk volt, és sok megmozdulásunk volt. Egymást például miért nem tudták megszólítani? Volt SZDSZ-esek, liberálisok, Fodor, Kunce, Ungár. Az ember azt hinné, hogy ezek az emberek az alapelvekben biztos, és rengeteg részletkérdésben együtt gondolkodnak, és egyet is értenek. Hát az volna az első, hogy tömörülnének, egy nagy liberális mozgalom vagy párt alakulna, és akkor erősebbek is volnának, azt mondhatnák az asztalra csapva, hogy mi helyet kérünk ebben a nagy összefogásban. Egy nagyon fontos kérdést tett föl. Méghozzá az, hogy 2004-2010-es időszakkal nem nézett a jelenlegi ellenzék szembe. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi teljes összefogás hiányának is ez az oka, hogy nem értékeltük ki azt a dolgot, hogy 2002 vagy 2004 vagy akár csak 2006-tól 2010-ig mi történt. Ezért nagyon különböző. Mik voltak azok a hibák, amiket elkövettek? Nyilván nem az eredményeket kell értékelni elsősorban. De lehet az eredményeket is értékelni. Jó, akkor együtt az egészet, hogy mi volt benne a jó, mi volt az előremutató, és így tovább. De ugye azért azt elmondhatjuk, hogy 2010-ben a Fidesz 2/3-dal győzött, és nem azért, mert a Fidesz olyan nagyon zseniális, hanem azért, mert 2006-tól kezdve naponta nőtt a népszerűsége. Tehát igenis van felelőssége az akkori kormánypártoknak, beleértve az SZDSZ vezetőségét, beleértve Gyurcsány Ferencet és az MSZP vezetőségét, hogy a Fidesz 2006-tól 2010-ig, 2009 és 10 között már nem volt egyébként olyan nagy különbség, naponta erősödött. És én azt gondolom, hogy tehát nem is lesz igazából számos ember között párbeszéd addig, amíg ezt a felelősség kérdését nem tisztázzuk. Nekem akkor is ez volt a meggyőződésem, most is, hogy 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban is lemondhatott volna Gyurcsány Ferenc, és az, hogy nem mondott le, hanem a hatalomba maradt, és ugyanakkor megbénult a kormánya, tehát nem semmilyen... Nem tudott már előrelépni. Hát nem tudott előrelépni, és nem, tehát azok a célkitűzések, amik mondjuk a koalíciós szerződésben voltak, azoknak töredékesen tudott megvalósulni, láss például egészségügy, vagy oktatás, vagy tudnék még önkormányzatok, tehát tudnék még ilyen nagy rendszereket mondani.
És az, hogy a hatalomban maradhatott, abban bizony Kunce Gábornak is, és Fodor Gábornak is nagyon komoly felelőssége van. Na de ez azt jelenti, értem ezt az érvelést, és jogosnak is, meg elfogadhatónak is tartom, de ha most elkezdenének azon vitatkozni, hogy ki milyen hibákat követett el, mondjuk 2006 és 10 között, kinek milyen felelőssége van ebben a ránk szakadt Fidesz uralomban, az lehet, hogy tisztázáshoz hozzásegítene, viszont biztos, hogy olyan fejetlenséget okozna a demokratikus ellenzéki körökben, hogy egy újabb kétharmad jönne a következő választásokon. Igen, én most nem azt gondolom, hogy 2013. november 19-én kell ezt megcsinálni, azt gondolom, hogy ez sokkal hamarabb meg kellett volna, vagy személyesen meg kellett volna az érintett vezetőknek tenniük, ahogy a Gyurcsány nem tudom mikor, utólag most az elmúlt két hónapban már belátta, hogy akkor talán egy kicsit korábban le kellett volna mondania. Na de azt valószínűleg egyiküktől se vitatja el, hogy valóban demokratikusan gondolkozó olyan ellenzéki politikusokról van szó, akik nem csak hogy őszintén meggyőződéssel, de egy demokratikus, szabad kapitalizmus és igazságosnak, vagy az igazságosságra törekvő, egyenlőségen alapuló rendszernek a visszaállítását szeretnék elérni. Egyértelmű, amit mond. Mégis az történt, tehát ez teljesen egyértelmű. Mégis, hogyha nem tudja azt üzenni a jelenlegi demokratikus ellenzék, hogy következményei vannak a hibáknak, nem csak egy munkahelyen dobják ki az embert, hogyha hibázik, hanem vagy kérik meg, hogy menjen nyugdíjba, hogyha már nem csinálja jól a dolgát, hogyha nem tudja, és nem tudtuk az elmúlt három évben ezt megoldani, sajnos, tehát ha nem az az üzenet érkezik, és nem ez érkezett az elmúlt három évben sajnos a szocialisták, illetve a liberálisok irányába, hogy meg a DK szavazók irányába, hogy igenis van következménye annak, amit cselekszünk, minél magasabb pozícióban voltunk, annál komolyabb következménye van. De beszéljünk magyarul, mert nem érdemes köntörfalazni. Én azt gondolom, hogy Kunce Gábornak nem kellett volna a politika színpadára lépni. Őszintén sajnálom, hogy a Klubrádió mikrofonját is el kellett hagynia. Az ő felelőssége és Fodor Gábor felelőssége is nagyon nagy abban, hogy 2009-re az akkor egyetlen liberális párt kiírta magát a politikai térképről. Ugye 2009-ben volt az Európa Parlamenti választás. És akkor ezzel azt is mondja, hogy nem is kellene megpróbálniuk visszajönni 2014-ben, és akkor Gyurcsánynak sem kellene visszajönnie, vagyis volna egy ilyen teljes demokratikus ellenzéki összefogásnak. Én azt gondolom, hogy Gyurcsánynak is vissza kellett volna vonulnia. Ha megtette volna 2007-2008-ban, akkor 2010-ben simán visszajöhetett volna. Miután ezt nem tette meg, ugye a 2010-es kampányban is nagyon aktív volt, aztán csinált egy pártot. Igen, én azt gondolom, hogy neki valamikor le kellene vonni a következtetéseket. Most csinált egy pártot, amivel már nyilvánvaló, hogy számolni kell, hiszen ha csak 2-3-4 százalékon áll, és még ha nem éri el az 5 százalékot, akkor is számolni kell. Ennek ellenére én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogyha Gyurcsánynak nem lennének parlamenti képviselői ambíciói, akkor sokkal könnyebben meg lehetett volna állapodni a szocialistáknak a DK-val, mert ugye az volt a pár hónappal ezelőtt, még vagy másfél hónappal ezelőtt, hogy a szocialisták állapodnak meg a DK-val. Hiszen nem a jelöltek számán vitatkoztak, talán még nem is a helyeken, hanem azon, hogy Gyurcsány Ferenc hanyadik helyet akar a listán. Akkor már azt hiszem, hogy megkönnyítené a helyzetet, hogyha nem ahhoz a feltételhez kötné, hogy ő a parlamentbe akar ülni. És akkor lehetne egy a demokratikus koalíciót is bevonó ellenzéki összefogás. Igen, úgy gondolom, hogy igen. Hát nem a DK tagokkal, és nem a DK szavazókkal. És még nem is a politikájával van problémája, hanem Gyurcsány... Biztos vannak dolgok, amiben vitatkoznánk, de nem olyan súlyúak a Fidesz rezsim leváltásához képest, amiben nem lehetne megállapodni. Tehát egyrészt, hogy térjünk vissza egy percre a megállapodásra.
Egyrészt mi szerettünk volna valamilyen mintát adni a kis pártoknak. Nem véletlenül írtuk a közleménybe, hogy kellő szerénységgel és alázattal kellene a jelenlegi helyzetben. Hát nem kérnek semmit, nem kérnek helyeket. Helyeket nem kérünk, tehát egyéni listás helyeket nem kérünk, viszont azt már kértük, hogy az önkormányzati választásokon működjünk együtt, és ami talán szokatlan, de most visszautalnék az előbb folytatott beszélgetésére a hölgyel, hogy mi viszont tartalmi dolgokat kérünk, tehát hogy az Együtt 2014 PM programját befolyásolni tudjuk, és három témát emeltünk ki, de nem azt jelenti, hogy a többiben nincs álláspontunk, mert van. Ugye ez a roma integráció kérdése, egy női esélyegyenlőség program és a fenntartható nyugdíjrendszer. Mi ezekkel nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt 3-4 évben, és konkrét elképzeléseink vannak. De és az Együtt PM megígérte, hogy figyelembe veszi az önök álláspontját. És beépíti. De azt akarom mondani, hogy lehet így is megállapodást kötni. Hogy nem a egyik vagy a másik szematag, vagy nem az én parlamenti képviselőhelyemről szól. Így is lehet. Köszönöm szépen, Ungár Klára, a Szabad Emberek Magyarországért Liberális Párt elnöke. Viszont hallásra! Viszont hallásra!